Na, üdvözlök innen, mindenkit békésre vádol. Na, nagy nehezen sikerült a videót is elindítani. Ugye, amit most tettek, mindjárt bemutatok, az egy megmaradt emléke az Alföldi első gazdasági vasútnak. És úgyis itt jövök el mellette, akkor ezt most ezt nézzük csak meg egy pillanat. Tudjátok ezt az épületet itt velem szembe. Ez bizony az Alföldi első gazdasági vasútnak egy megállója volt. Mégpedig a Békéscsaba Kossuth tér. Nézzük is meg közelebb, és egyébként már csak azért is biztos, hogy ez volt ez, mert nézzétek meg, egy emléktábla is van rajta. És itt látjátok a Alföldi első gazdasági vasútnak az ágait is. Ez pont egyébként a Kaszaperi meg a mezőkovácsházi része, viszont itt ment tovább. Mindenfelé a Békéscsabai központtal, a Békés vésztőfele is ment egy ága a kisvasútnak, és az érintette ezt az épületet. Mindjárt kicsit közelebb is megnézzük. Egyébként itt régebben egy virágbolt volt. Most már úgy látom, hogy egy masszázszalon lett a helyén. És hát nézzétek meg, ez volt elmesélve. És itt, ahol most állok, itt a kerékpár úton, abból az irányból itt jött a kisvasútnak a sínje. Nagyjából így követve a bicikli utat. Nem biztos, hogy pont fedi egymást a kettő, de nagyjából erre jött. Egyébként itt a belvárosi részen ott biztos, hogy lefelé vannak régi képek, az egyvágányú pálya az itt ment. Volt egy kitérő vágány is, tehát ugye egyvágányú volt a kisvasút, de itt volt egy második vágány, és itt ment tovább Békés fele. Hát nem hiszem, hogy ilyen eskanyados évek, szerintem itt egy egyenesen ment valahogy, és akkor követte az út mentét, és a Békési útnál fordult le. Békés volt, a töltés meg is van. De viszont itt volt egy kiágazó szájvonal, és most egyébként is arra kell menjek, úgyhogy ezt meg is mutatom. Hogy itt egészen az István Malomig volt egy keskeny nyomtávú szárnyvonal az iparvágánynak, ami viszont itt jött, és majd ott mindjárt visszakapcsolom a kamerát, hogyha arra megyünk. Ott volt egy ilyen kisvasúti híd, és hasonló, mint ami Békésen is van a pálinka főzde mögött, egy ahhoz hasonló kisvasúti híd volt valahogy, az már nincs meg, de hogy azon keresztül ment át az élővíz csatornán. De ezt majd, hogyha odaérünk, akkor bemutatom. Ja, egyébként itt mellettünk van a Ködös Hotel, ami egy gyakorlatilag így a 90-es évek eleje óta üresen álló szálloda. És most éppen, talán most van valami tulajdonosa, aki kezd vele valamit, tehát részben elkezdték lebontani, felújítva ez már nem lesz, de most őrzik, és be van kerítve. És akkor most nézzétek, a kisvasút sínje való itt ment, ott van szembeiket az István Malom. Tehát ide elvezettek mi a keskenvágányok is, és valahol biztos, hogy valahol itt jött. Nem tudom, ezek az épületek akkor még álltak egyébként, ez a városi könyvtár, de lehet, hogy itt jött, hogyha ez az épület már akkor is megvolt, akkor ez megkerült a kisvasút, és itt jött valahol. Tehát az biztos, hogy itt ahol valahol most állok, itt mentek a sinek. És itt volt az a kisvasúti híd, így gyakorlatilag majdnem szembe itt az István Malommal be lehetett menni, de ezt mindjárt nézzük közelebbről. Ja, egyébként ez itt egy bulihajó, ez B-38-nak hívják. Hát van némi koppintás a névből egy másik hajóról, ami Budapesten van, és hasonló a neve. De most nem mondom ki, mert nem a reklám helye, de... És szerintem itt volt ez a töltés, ami... Már látjátok, hogy itt van egy ilyen töltés, tehát szerintem valahol itt volt a híd, és így gyakorlatilag így... Ott egyenesen tudott átmenni. Az biztos, hogy egy régi filmhíradós felvételt, azt felkutattam már, ahol látszik a keskeny vágány, és valahol így jön. Tehát ott nagyjából játszik, viszont a normál nyomtávú vágány viszont erről jött, az is látszik. Ugye azon a filmen. Tehát te biztos, hogy itt jött át. Na és akkor itt vagyunk a második oldal. Tehát itt látszik a töltés, a híd az valahol biztos, hogy itt volt. És akkor ugye eljöttek a sinek, és akkor itt egy... És erről még szintén van kép valahol, találtam meg, ide bevágni, hogyha sikerül, hogy ez a híd is már megvolt, plusz és mellette még a kisvasút is. És akkor ugye látjátok, hogy a keskeny vágányok eddig bevezettek, hogy itt be az István Malomba. Sőt, mint hogyha, hogy jól emlékszem, még arrafele is ment, még tovább a kórház fele is ment valameddig vágány. De most ebben nem vagyok biztos, ennek vagy utána kell nézzek, hogy tényleg így volt-e. Valami régi fentről pontos fotón, vagy valami hasonlón. Bár valószínűleg aztán a fentről pontos és 1971-től vannak képek, ahol még a nagy vasút megvan, csak a kicsi nem. És hát, ja, az volt meg szemben meg a peronbüfé. Az egy kiállított vagó, meg egy C50-es mozdony. Ami kosmának van berendezve.
És ez pedig az Istvánmalom. Tehát igazából a gabonaszállítás miatt volt ide bevezetve a keskenyvágány is. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Gyors bemutatása itt az Alföldi Elsőgazdasági Vasútnak a egy részének. Bemutattam egyébként, elég kitelt halazat volt, úgyhogy erről még órákat lehet beszélni. De akkor ez most legyen ennyi, ez egy kis rövid vlog volt. Köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, lehet lájkolni, ha nem tetszett, lehet diszlájkolni. Ha találkoztak velem akár itt a Fenon büfébe, akkor esőre is meg kifattok. Sziasztok!